Már itthon még kicsit messzinek tűnik a strandidő, de a fürdőhelyek már felkészültek a nyári szezonra. Az elmúlt években több szabadtéri strand is megújult az országban. A Balatonon, a Velencei tónál és a Tiszatavon is megújult környezet várja a pihenőket. A tervek szerint egyébként az összes szabadvízi strand megújul. A hidegebb idő ellenére pezsgett az élet a Balatonboglári Platán strandon. A nemrég felújított játszótér tele volt gyerekekkel, és a part mentén is sokan sétáltak. A látogatókat programok sokasága várta. Nagyon sok minden van, sportolási lehetőségtől a kicsi gyerekeknek, a kis ovisainknak megvannak a játszóelemek, a nagyobbaknak, a focitól kezdve röplabda pályáig, hinta, nagyobbaknak való hintáig, van itt minden. A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán tavaly mintegy 600 millió forintból újult meg a település 6 strandja, köztük a Platán is. A Velencei tó körül is folynak a fejlesztések. Az egyik legfontosabb a Velencei tó partfal rekonstrukciója. Kicserélik a leromlott betonelemeket, és új lépcsőket helyeznek be. Javulnak a vízbejutás feltételei új lépcsők segítségével, kültéri öltözőkabinok lettek telepítve, illetve emellett terveink szerint egy új bejárati épület is megvalósulhat. Ez már egy kicsit a jövőnek a fejlesztése. A Dunakanyarban történő felújításoknak köszönhetően a kisgyerekes családok és a fiatalok is megtalálhatják a szórakozási lehetőségeket. Itt első ütemben röplabda pályát, kondiparkot, napozótereket és okospadokat helyeztek ki. A második ütemben pedig továbbfejlesztik a wifi lefedettséget és a biztonsági kamerák rendszerét is. Nagyon sok kisgyerekes család jár ide, az étkezés is biztosított, fagyizás is van, tehát a kisgyerekes családok részére nagyon ideális ez a hely. Úgyhogy mindig örülünk, hogyha erre jövünk és látjuk, hogy fejlődik. A Tiszató körül az elmúlt 3 évben 9 strand újult meg. Abátszalókon öltözőket építettek, kibővítették a csúszdaparkot, valamint homokfoci és strandröplabda pályát is kialakítottak. Elsősorban a családos vendégek érkezését várjuk, és ez már a tavalyi évben is jól látszódott, hogy kedvelnek is minket, hisz itt kicsiktől a nagyokig mindenkinek tudunk szórakozást nyújtani. A 2017-ben elindított támogatásoknak köszönhetően már 114 fejlesztés valósult meg, több mint 11 milliárd forint értékben. A cél, hogy 2030-ig az összes szabadvízi strand megújuljon.